Ez tehát az étlap, már is kezdünk, jó estét kívánok. Erre mindannyian ráfázunk, így jellemezte a szocialista Korózs Lajos a Brüsszelnek ma megküldött konvergencia programot. Ez az a program, ami a magyar gazdaság elkövetkező néhány évének pályáját gyakorlatilag alapvetően kijelöli. Nagyon nem mindegy tehát, hogy jó vagy rossz, erről beszélgetünk a műsor első felében, és mindjárt első vendégemmel, Vértes Andrással, a GKI gazdaságkutató elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Programot mondtam, holott ez tulajdonképpen néhány szám. Tehát így néz ki egy konvergencia program, ez a néhány sarokszám, amit nyilvánosságra hoztak ma? Az Európai Unió előírása szerint egy ilyen konvergencia program az egy terjedelmes dokumentum. Sok-sok-sok oldal, nyilván tartalmaz egy prognózist is, nagyjából ezt hozták nyilvánosságra, de tartalmazni szokott egy konvergencia program mindig egy halom intézkedést, lépést, milyen reformlépéseket akar egy ország megcsinálni, erre kötelezve is van az EU 2020 programok és mindenféle egyebek kapcsán. Na most mivel nem hozták nyilvánosságra magát a papírt, amit tényleg elküldtek. A részleteket. Így van, amit tényleg elküldtek az uniónak, ezért nem tudjuk, hogy ebből van valami leírva, vagy nincs semmi leírva. Szóban azt hangzott el, hogy mivel egyelőre nincs kormányprogram, egyelőre ez lényegében csak egy technikai kivetítés, tehát mondjuk egy prognózis csinálta volna akár a GKI is. Na de hát persze, hogy nincs kormányprogram, nincs kormány. Lehet, hogy mögött valamiféle szándékos taktika áll? Tehát, hogy meg akarták várni ezt az április 30-át? Lehetséges, egyáltalán nem zárnám ki. Természetesen erről az ég egyet a világon semmit nem tudok. Nyilván akkor nehéz arra válaszolni, hogy mi lehet a megalapozottsága ezeknek a számoknak, mert azt látjuk, wishful thinking, ahogy az angol mondja, hogy mi az, amit szeretnénk, de hogy hogyan fogjuk megcsinálni, az nincs mögé téve, vagy legalábbis azt mi nem láttuk. Szóval azt gondolom, hogy az Orbán kormány előző hasonló konvergencia programjához képest ez egy sokkal józanabb program. Tehát a korábbi programok azok abszolút irreális álmokat tartalmaztak. Az itt leírt számok azok úgy önmagában nem teljesen irreálisak. Például a gazdasági, a GDP növekedését tekintve... Szavát ne feledje, de Brüsszel azt elfogadja, hogy teljesen irreális álmokat leírjak. Hát akkor mi az értelme az egésznek? Hát ugye magát a konvergencia program utána mindig elkezdik vitatni. Tehát ne felejtsük el, hogy Matolcsi első konvergencia programja évi 3-3,5%-os GDP növekedést tartalmazott, és a magyar gazdaság ténylegesen produkált évi 0,8%-ot. Tehát töredékét, egy negyedét annak körülbelül, mint amit a program tartalmazott. Tehát erre akarok utalni. Nyilván a bürokraták vitatkozása az egy dolog, de a valóság az teljesen egyértelműen irreálissá minősítette ezeket a korábbi programokat. De erre azt mondta, hogy ez most sokkal inkább a realitást talajánál. Hát legalábbis van benne valami ráció. Egy ilyen 2-2,5% közötti GDP növekedést tételez fel, magyarul egyáltalán nem tételez fel egy látványos gyorsulást. Más kérdés, hogy ez is egy kérdés, hogy mitől lesz itt 2%, majd mindjárt erre kitérek, de azért ez legalább már egy olyan szám, ami el lehet gondolkodni. Na most, sőt, 2016-ban csökkenést vetít előre a növekedés ütemet tekintve, reálisan, én szerintem ez már 2015-ben is majd megkezdődik, azért ugyanis, mert a következő időszakban az Európai Unióból sokkal kisebb úgynevezett kohéziós forráshoz, tehát ilyen fejlesztési forráshoz jutunk, mint amennyit az elmúlt években realizáltunk. Tavaly 2013-ban és idén 2014-ben jön be őrült mennyiségű forrás, 6 milliárd eurót meghaladó összeg évente. Ez őrült összeg, ez a GDP 6%-a jön támogatásként, de ez elkezd csökkenni 2015-ben és 2016-ban jelentősen visszaesik. Ezt jól mutatja például ez a prognózis, amely a GDP növekedését is leviszi. Tehát gyakorlatilag ők már evel kalkulálhattak, amikor azt vetítették előre, hogy azért a szél el fog fogyni a vitorlából. Így van, de még ezt is meg lehetne kérdezni, hogy mitől lesz egyáltalán ennyi beruházás Magyarországon. Beruházás nélkül ugyanis, tehát ha nincs igaz beruházás növekedés Magyarországon, akkor semmilyen feltételezés nem lehet arra, hogy a fejlődési ütem gyorsuljon. Márpedig addig, ameddig Magyarországon a jogbizonytalanság és a kiszámíthatatlanság, a rossz üzleti környezet fennáll, addig a külföldi tőke és a hazai tőke is inkább kifele
tendál, mint befele nézelődik. Tehát inkább azt keresi, hogy hol van jobb hely a Kelet-Európában, és nagyon-nagyon sok jobb hely van. És bizony akkor nem lesz Magyarországon elegendő beruházás. Azzal kezdte, hogy sokkal megalapozottabbnak látja, mint a korábbit, és azóta folyamatosan sorolja, hogy miért nem megalapozott. Hát pontosabban szóval, nekünk az a véleményünk, a GKI-nak az a véleménye, hogy abban az esetben lehet ez egy reális program, ha jelentős, komoly változtatások történnek a gazdaságpolitikában. Tehát komoly változtatásokkal ez megvalósítható, ez nem abból a szempontból már nem irreális. Nem illuzórikus. Uh-huh. Így van, nem illuzórikus, de ahhoz egy olyan üzleti környezetet kell teremteni, ami nagyon befektető barát, hazai és külföldi befektető barát, és elindít ezen a pályán dolgokat. Na most nem szabad azt sem elfelejteni, hogy új terhek fognak jelentkezni. Az egyik új teher az teljesen egyértelműen ismert módon a paksi beruházáshoz kötődik, és a stadion beruházások és stadion üzemeltetésekhez kötődik. Ez legalább a GDP 1%-át fogja jelenteni az elkövetkező években. Ugyanígy új teherként fog megjelenni az is, hogy az Európai Unió szabályai szerint Magyarországnak el kell kezdenie évi 1%-kal csökkentenie az állam adósságát. Ez a program, ez szűken teljesíti ezt a követelményt, tehát ez is megterheli majd a költségvetést. Ugyanígy, ha a közszolgáltatásokat államosítani fogják, már pedig látjuk, hogy államosítják energiaszolgáltatást, szennyvíz, mindenfélét, az nagyon komoly, hát egyszer kiadást fog jelenteni, amikor megveszik ezeket a cégeket, utána pedig a folyamatos üzemeltetés. Bizony, fizetni kell, hát ha alacsonyan akarják tartani az akkor árat, az ráfizetéssel fog működni, és azt valakinek be ezek kell rakni, ha állami tulajdon. Így van. Ezek együttvéve a GDP 3-4%-át teszik ki új teherként, úgyhogy egyáltalán nem lesz könnyebb a költségvetés helyzete az elkövetkező időszakban, mint a múltban. Na most ugye azon gondolkodtam, hogy az rendben van, hogy azt mondja, hogy komoly strukturális átalakításokkal ez akár meg is csinálható, de egy ilyen kis, kitett és sérülékeny gazdaság esetében, mint a magyar, egyáltalán hogy lehet évekre előre tervezni? Ugyanis hát egy ilyen gazdaságnak az irányítása az nagy mértékben nem a mi kezünkben van. Beszakad a török líra, a zlotyi, és abban a pillanatban elszabadulnak a folyamatok. Tehát ez már eleve egyébként nagyon nehézé teszi a tervezést, nem? Az egyik eleme ennek, tehát ez ellen való védekezésnek az az, hogy meg kell próbálni közeledni az eurozónához. Meg kell próbálni kidolgozni egy olyan programot, amely Magyarországot az elkövetkező években beviszi az eurozónába. Ezt 2-3-4-5 év alatt, most direkt mondtam ilyen, jó, egy ilyen széles sávot, megcsinálható. Magyarország nincs olyan távol, miután a költségvetésünk az nagyjából rendben van, a költségvetésünk az a GDP 3%-a alatt van. Igaz, e program lényegében alig-alig javítja az egyenleget előre nézve, és nem mutat semmilyen szerkezeti változtatást, ez így nem fog menni, de maga a leírt deficit szám az azért elviselhető, az rendben van. Tehát lehetne közelíteni az eurozónához Magyarország, uram, bocsá, 2018-ra akár eurozóna tag is lehetne, és akkor mindjárt már a török líra kevésbé hatna például a devizahitelesekre. Ez teljesen logikus, csak ehhez képest ebben a programban, legalábbis amit ismerünk belőle, éppen nem ez van meghirdetve, hanem a gazdasági szabadságharc folytatódása. Tehát minél inkább függetlenedni más országoktól, és a kitettséget csökkenteni. Ez akkor nem erről szól. Én azt gondolom, hogy ez egy irreális program, hogy az Európai Unión belül Magyarország egy olyan utat járjon, ami szembe megy az Európai Unió fő irányával. Ha ezt megpróbáljuk, az biztos kudarcra van ítélve. Ki lehet lépni az Európai Unióból, ezt meg lehet csinálni, akkor még rosszabb helyzetbe kerülünk. Természetesen, csak úgy emlékeztetek, 6 milliárd euró jött be a tavalyi évben Magyarországra fejlesztési támogatásként, ez majdnem 2000 milliárd forint, és idén is nagyjából ugyanennyi fog bejönni, újabb 2000 milliárd forint. Ha ez nem jön be, Magyarországon egyetlen fillér állami és önkormányzati beruházás sincs lényegében, mert minden állami és önkormányzati beruházást azt ebből az uniós pénzből finanszírozzuk. Hát olyannyira nem önnek mondom, hanem a nézőknek, hogy ugye azt mondták, hogy 100 forint beruházásból 90 forint az unióból 90-95, úgy van. Az elmúlt években. Így van. Tehát gyakorlatilag minden, ami történt az elmúlt években, annak a motorja és a finanszírozója az Európai Unió. Minden állami és önkormányzati beruházás ebből ment, és ezen kívül természetesen még források jutott
irányítottak az üzleti szféra irányába, és oda jóval kevesebb, de az állami, tehát bármit építettünk állami körben, vagy önkormányzati körben, az lényegében mind ebből finanszírozódott. A magyar költségvetés helyzetét befolyásolja-e valamennyire ez a program? Tehát könnyebb, vagy nehezebb lesz, vagy nem változik, és hát ettől kezdve utána hamarosan megérkezünk oda, hogy a mi zsebünkre milyen hatással lesz. Ugye ez a nyilvánosságra hozott programból semmi nem látszik, hogy a költségvetés mit akar csinálni. Ez elég furcsa, tehát a pénzügyminiszter, vagy nemzetgazdasági miniszter ugye nem mondott semmit erről. De abból, amit én jeleztem, hogy milyen új terhek fognak keletkezni az elkövetkező években, és én csak egy töredékét soroltam föl, mert természetesen az oktatásba kell befektetni, egészségügybe kell befektetni, stb. Ez mind azt mutatja, hogy a magyar költségvetés az még nehezebb helyzetben lesz az elkövetkező években, mint volt az elmúlt években. Nem lehet az eddigi gazdaságpolitikával eredményeket elérni az elkövetkező időszakban, még rosszabb eredményeket fogunk elérni, hogyha folytatjuk az eddigi gazdaságpolitikát. Csak változtatásokon keresztül lehet ezt megvalósítani, ahhoz pedig a költségvetésnek nagyon jelentősen módosulnia kell. Hogy példát mondjak, ezeket a bizonyos ágazati krízisadókat, amivel az összes lényeges nagy ágazatot halálra adóztatjuk, ezt nyilvánvalóan el kell kezdeni valahogy lassan csökkenteni. De bocsánat, nem önnel vitatkozom. Miért beszélünk mindig ágazati adóztatásról? Könyörgöm, engem adóztatnak. Tehát a bankadót én fizetem meg, a telekomadót én fizetem meg a telefonszámlába. Tehát persze, hát adóztatják a szolgáltatókat, akik aztán rám terhelik. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek ágazati adók. Ezek igenis kőkeményen lakossági adók. Én legalábbis ezt érzem, amikor kifizetem a számláimat. Természetesen végső soron mindig a lakosság fizet meg mindent, ez igaz, de az a különbség, hogy ezek az adók először megölik a befektetőknek a befektetési szándékait, és utána ölik meg a lakosság vásárlási lehetőségeit. Ezzel fagyasztjuk le a gazdaságot, ez a probléma lényege. Mert nagyon sok országban rákényszerültek arra, Magyarország is rákényszerült bizonyos az adóemelésekre, tehát ez rendben van, de azt sehol a világon nem csinálták meg, hogy ekkora adókkal megterhelték volna az üzleti szférát. A magyar bankadó például ötszöröse az osztrák bankadónak, tehát azért ez nagyságrendileg egészen más. Éppen azért, mert ha nincs a bankrendszernek lehetősége hitelezni, akkor nem is lesz a gazdaságban fejlődés. Varga Mihály hangsúlyozta azt, hogy megszorítások nélkül tudják elérni ezeket a számokat, amit a számokat látjuk, az odavezető utat még nem. De akkor ezek szerint éles véleménykülönbség van a GKI prognózisa és a nemzetgazdasági miniszter jóslata között, mert ön arról beszélt idáig, hogy ezeket megszorítások nélkül kizárt dolog, hogy meg tudják csinálni. Így van, ehhez nagyon jelentős megszorításokra van szükség, és egyébként pedig egy fontos árulkodó elem, hogy az inflációt 3% környékén tervezi ez a kormányzat. Tehát csak átmenetileg, most a választások idejére vitte le 1% alá, egyébként 3%-ra visszamegy az infláció, hiszen infláció nélkül még nagyobb bajuk lenne, mind a költségvetésben, mind pedig az államadósságban. Az államadósság egyébként nagyon szerényen csökken ebben a prognózisban, ez egyébként egy reális prognózis, azt gondolom, még ennyivel se fog valószínűleg csökkenni az államadósság. Tehát ez ilyen prognózis szempontból helyes, de ez is azt mutatja, hogy Magyarországnak az elmúlt egy éve az egy mesterségesen a választásokra kreált időszak. Ami egyébként azért érdekes, mert részben ugye azt szokták mondani, hogy az infláció az a szegények adója. Tehát az, hogy ezt az adót most Matolcsy György az elmúlt években gyakorlatilag kivezette, ez lehet, hogy taktika, de dicséretes. A másik pedig az, hogy nem hiszem, hogy a kormánynak az az euró-forint keresztárfolyam, amit a választások előtt volt és van a mai napig, az nagyon jó lenne. Tehát az, hogy bőven 310, nem bőven, de 310 forint fölött is járt az euró, és most is csak kicsivel van alatta. Ugye egy olyan országban, ahol az állam is jelentős százalékban devizában van eladósodva, meg a vállalatok is, meg a lakosság is, egy ilyen országban egy gyenge árfolyamot létrehozó politika, az megemeli mindenkinek a terheit, ez történt, mindenkinek nőtek a visszafizetési, a törlesztési terhei, és ennek következtében hiába volt rezsicsökkentés, például az, hogy a forint gyengült mintegy 15 forintot az elmúlt 3-4 hónapban a tavalyi év végéhez képest, ez önmagában nagyobb negatív hatást gyakorolt
a törlesztő terhekre, mint amennyi pozitív hatást gyakorolt a rezsicsökkentésre, már a rezsicsökkentési lépések. Így tehát a lakosság fogyasztása ezért nem nő. Tehát ezért van az, hogy hiába nő a reál jövedelem, a kimutatott reálbér, ez mind nő, de a lakosság fogyasztása ennek ellenére nem nő. Meg fogjuk ismerni, bevallom, nem emlékszem rá, hogy mi ennek a procedúrája, meg fogjuk ismerni valaha ennek a programnak a részleteit, tehát a teljes anyagot, ami elment Brüsszelnek? Vagy... Nyilvánosságra kell hozni, tehát azt gondolom, hogy ezt a közeljövőben meg fogjuk ismerni. Akkor okosabbak leszünk. Nagyon köszönöm, én most tényleg azt kívánom mindannyiunknak, hogy ön tévedjen, és ne Varga Mihály, mert ennek az országnak akkor lesz jobb. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.